és add ránk áldásodat, hogy buzgók és figyelmesek legyünk a tanulásban, és mindenben kövessük szent akaratod. Légy velünk, hogy hű gyermekeidhez... A Milleniumi Bizottság azon álláspontra helyezkedik, hogy az 1896. évig lehetőleg 400 új népiskola is épüljön fel. A tanítás állami, egyházi és magániskolákban folyik. A tanulókat illető rendtartási és fegyelmi szabályok. Köteles minden tanuló a tanulásra meghatározott órákra, az iskolába tankönyveivel és szereivel felkészült. Tartozik az iskolai épület környékének, a tanteremnek, az iskolai busz. A piszkoló vagy romboló gyermek nem csak a kár megtérítésére szorítatik. Köteles a tanuló tanítója iránt tisztelettel és engedelmességgel, tanulótársai iránt pedig kímélettel viseltetni. A hazai népiskolákban a magyar a tanítás kötelező nyelve, pedig a 18 ezer iskolának csupán a fele a tisztán magyar nemzetiségű. A többi, majdnem 10 ezer iskolában román, horvát, szerb, szlovák, német és ukrán nemzetiségű gyerekek is tanulnak. Az oktatási módszer általában nagyon szigorú, rideg. Él a testi fenyítés szokása és joga. A tanári tekintély megkérdőjelezése főben járó bűnnek számít. Az elemi iskola 4 éves, de hiába a 6-12 év közöttiek tankötelezettsége, csak 14%-uk végzi el az iskolát. Ebben a korosztályban a legnagyobb a lemorzsolódás. A polgári vagy kereskedelmi iskola plusz 4 év, a középiskola plusz 8 év. Az érettségi a társadalmi felemelkedés belépője. Ezért a középiskolák többnyire magas színvonalúak, szigorúan fogják diákjaikat. Jaj volt annak a diáknak, aki foltot ejtett az iskola jó hírnevén, akit az iskolán kívüli helytelenkedésen, azaz lődörgésen, golyózáson, avagy cigarettázáson kaptak. Szeretnénk figyelmeztetni azokat, akiket illet, hogy ne engedjék kifejlődni az ifjúságban az idő előtti szereplési vágyat. Érettségi vizsgálat előtt álló fiatal urak fotográfus által megrögzített mellképeit középen osztályfőnökükkel nevük aláírásával láttam Sopron egyik könyvkereskedésének kirakatában, ami unikum a maga nemében. Mi ez, ha nem a léha reklámhajhászás megnyilvánulása? Az érettségi tabló divat lett, de ezeken még egy ideig csak fiúk arcképei jelenhettek meg. A nők 1895-ig nem is járhattak olyan iskolába, amely érettségit adott. Részükre a legmagasabb végzettséget a felsőbb leányiskola adta, s a tanítónői és postás kisasszonyi pályán kívül minden értelmiségi pálya zárva volt előttük. Háztartási tanfolyam a művelt körök leányainak. Főzés, kenyérsütés, mosás, férfi ingvasalás, ruhafoltozás, gépvarrás, szabászat és több idevágó ismeret, hogy ne csak jó feleségek, de jó gazdasszonyok is legyenek. Nos, mint tudjuk, a nő igazi hivatása a családban van, de egyes ritka, kivételes esetekben nem szabad elzárni a magasabb képzés lehetőségétől a kiváló tehetségű, erre ritka hajlammal bíró nőket. 1895-ös királyi rendelet már a nők előtt is megnyit olyan pályákat, amelyek eddig kizárólagosan a férfiak számára voltak csak elérhetőek. Az itthoni vizsgák letétele után pedig valószínűleg Varta Vincéné, született Hugonnai Vilma grófnő, ki Svájcban már évekkel előbb orvosi diplomát szerzett, lesz az első gyakorló orvosnő Magyarországon. Fertőtlenített, bacillusmentes ódon iskolakönyveket és tankönyveket legnagyobb áron vásárol Eperjesi István könyvkereskedése a Városház épületben. Thank you.